Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, és most egy újabb Doom végigjátszásra kerül sor. Hát régen volt már ilyen videó, de nem is olyan terveztem. Gondoltam, hogy azért egy pályás, vagy maximum két-három pályás vadok beleférnek majd. Elvégül is talán ez is megéri valamilyen szinten ezt csinálnom. Úgyis ugyanarra a csatornára rakom fel az összes ilyen témájú videót. Na mindegy. A mai alany a Hedrox nevet viseli, amiről már én sem nagyon emlékszem sok mindenre, csak hogy ilyen űrbázisos, vagy nem tudom, űrhajós, sci-fi hangulatú, rövid kis pálya. Tudjátok mit, fogjunk is bele. Közepes szinten, mint olyan szoktunk. Ezen a pályán a zene valami elképesztően feelinges szerintem. Meg az ugye a pályának a dizájnja is egyébként egészen tetszetős. Csak hát sajnos most itt cummantás van, mert itt már a szomszédos szabad dugig van szörnyekkel. A zombiktól kell... Áááájjjj! A zombiktól kell elcsorni a lőszert. Ja, hát eléggé a halál szélére amortizáltak most le így hirtelen. Így ahogy nézem, nem látok egyetlen egy új testülát sem eddig. Azért már játszottam a Doom-mal, oké, szóval ez egy ilyen támaszpont. Egy UAC támaszpontos pálya, nem pedig űrhajó. Jó tudni, már jó régen láttam. Szóval a dizájn az egész jó, de nem látok egyetlen egy új tesztulás sem, ami nem feltétlenül baj. Szép ez így is. Legalábbis szerintem. Oké, akkor még egy mentés, közben azért így körbenézek, hogy lássátok, hogy... Úristen! Archwild-ot befigyel. Levadászom minden, akkor van annyi lőszerem talán. Ja, csak nem kéne. Már nincs annyi életerőm, hogy megmesszésem, meg minden. Hát akkor majd legközelebb. Kék kulcs kell, jól van. Akkor nem megyünk. Itt van egy... Istenem, hát... Na, erre nem számítottam. Ja, hogy ott? Jól van. Annyira evidens volt, hogy már is feledkeztem róla. Hozzá kell tennem az egy hirtelen a démont, meg még a mögötte lévő sok csúnyaságot így egyszerre ráküldeni. A játékos már a legelején. Nem túl fair dolog. De attól én még megoldom, mert én próbálok lehetőleg jobban játszani. És főleg egy Gaze Doom-on könnyű is. Ugyanúgy az irányítás, mint egy modern FPS-ben, szóval értitek. Ez a dizájn tényleg jó. Lenne mit tanulnom. Nagyon mondjuk az, ilyeneket nem csipázom nagyon, de mindegy. Elmegy. Hú, a zene elég rövid. Már ismétlődik is. Mindegy, szóval... Azért mondtam, hogy inkább hagyjuk, mert én már nem igazán foglalkozom a pályakészítéssel. Persze a fennálló projektem még megvan, de hát... Wow. Ez baromi jól néz ki. De szóval hiába van ott a van még meg a fennálló projektem, valahogy már nem igazán van kedvem, meg ötletem folytatni. Na. Király. Soul Sphere. Srácom meg is dobta az életerőmet. Oh. Találkoztunk Mr. Archie. Na, majd én ismerem, hogy engem pont az. Ah, csak tés az ennyi, mert az a baj. Na. Ez a terem, ez baromi jó. Oh. Oké, ez meglepett. Elteleportált. Hát én mindig leesek az állam, milyen bűn jól néz ki ez a pálya. Mondjuk ez a lépcső eléggé erőltetett és szűk. Jaj! Itt elfőnek a mankobuszok? Erre sem számítottam, azt hiszem sokkal kisebb hely. Mondjuk így is kicsi. Elfőnek itt, de azért kicsi. Tudtam, amikor ilyen szörnyeket passzíroznak be ilyen kis helyekre. Aztán még csoda, hogyha elvesztek a szupercsérdes életerőmből. Ami a South Sphere megerősített életemből. 75-re elvesztek. Úristen. Jaj! Jesszus, faszom. Oké. Okay. Azért a horror feeling itt is megvan. Nem egy amnézia, de azért ijesztő.
Ó, ez tök jó megoldás. Mondjuk erre van a textúra is, tehát egy ilyen fémlap is az olyan nem ilyen sárga lószar van, hanem olyan fehér lószar. Mondjuk úgy veszi, hogy csúszszal fehérebb. Revenant, annyira utálom, főleg ilyen nagy folyósokon fedezék mindenki. Na. Nekem a pályaszerkesztéssel is jó bajom egyébként, hogy a végén le kell tenni szörnyeket is, meg minden is, az nekem nem megy jól. Unalmas, ismétlődő, monoton, sablonos munka, és mellette még rosszul is csinálom. Ó, ez a... Ó, a textúrát azt lecseréltek úgy, hogy... tettek a belsőben egy szektort, aminek más színe van. Nem tudom elmagyarázni. Amikor a pály elején voltunk, akkor voltak ilyen futópartszerű, futószalaszerű textúrák a földön. Na ez ugyanaz, csak a belsőjét azt átoktojálták másik színre. Kreatív. Igen. Nem tényleg, nem csak a díszítés a szép, hanem a terek kihasználása is. Itt most eléggé szűkös volt, de ezen a helyen van egy csomó magasságkülönbség, meg ilyen... Na ilyen az, amit soha nem fog tudni csinálni. Ez talán Kako World díjas, az is volt, nem vagyok benne biztos. Hozz anyától két szentségit. Ó, plazma! Pont fel akartam tenni azt a... Wow. Pont fel akartam tenni azt a költékkérdést, hogy hogyan fog mennyi lőszerrel kivinni a pályát. Erre pont megkaptam a plazmagát. Anyám, még egy árcsi! Mindig ezzel nem most könnyű lesz elbújni. Beszaladtad a terminál. Ó! Egy százalék! Oké. Hol mentettem? Akkor visszatöltöm inkább. Igen. Ez egy érdekes kérdés lett volna, milyen lett volna, ha egy szuper... Ilyen szuperhumő módjára vittem volna végig 1%-kal a pálya hátralévő részét. Na, kérkús meg is van. És itt vagyunk a kezdő terem mögött. Király. Jaj ne. Egy ajtó felnyílt. Ez mindig rossz. Mindig rosszat jelent. Csapda. Na mindegy. Oké. Szóval ezek voltak ott és most ki vannak keresztve. Hát rohadjál meg. Ó. Elmentem közti sérülés nélkül. Ez csoda! Oké. Akkor viszont folytassuk. Na, ilyen. Pontosan ilyen futószalagról beszéltem, csak ez a belső rész ki van cserélve. Szektoros segítségével. Most akkor megyünk tovább. Itt, ha jól emlékszem, akkor lesz valami... Ó, hogy... Szerencsé, hogy a hangból egyből tudtam, hogy ki az. Meg hát nem is volt olyan... közel, hogy ne tudjam elkerülni. De azért nem jött valami kényelmesen. Na mondjuk ez a terem viszont eléggé, hát hogy is mondjam, üres. Kidíszítetlen is, meg a textúra is el van tolódva. Se baj. Belefér. Csak én vagyok ilyen bogaras. Az a bajom, hogy minden textúra hibát észreveszek, például ezt is, meg ezt is, de én magam meg amúgy, szóval ezt ki is javítom, de a pályáim meg olyan gyötrelmesen így sikruak, hogy... Ó, igen, emlékszem. Na ez valami szóval, ami elképesztően gyönyörű. Az biztos. Ez nagyon gyönyörű. Én ilyet álmomban nem gondolom, hogy tudnék csinálni. Égbolt egyébként a TNT Evolutionből van, azt így megmondtam előre, így kapásból. Még szinte nem csak én tudom így megmondani, de na mindegy. Eléggé copy-past munka, de nagyon tetszik. Nagy igazó, és így feelinget is ad, hiába van az a barna lószar mögötte. Oké. Okay. Revenant. Kettő. Szerintem nem leszek egyedül. Jaj. Jaj. Jaj! Én erre emlékszem! Itt rengeteget szívtam. És ez volt az a folyosó, amire most emlékeztem, csak nem mondtam végig, hogy arra emlékszem. Mert közben belebeszéltem más dolgokkal. Nem is baj, nem volt olyan lényeges.
most kérem. Ott is van egy ajtó. Ó, oh, milyen szépen felsorakoztak. Die motherfucker! Igazából nem, mintha ezek olyan erős ellenfelek lennének. De igazából azért érdemes volt ezt a harci völtés rájuk küldeni. Ó! Oh! Jó van, 30... Na. Oké. Okay. Kicsit megijedtem, de túléltem. Ah. Ez a hely viszont aztán tényleg feelinges. Raktál körül minden ezüst szarral, és itt fel vannak akaszva az emberek. Most nézzetek rá! Úgy komolyan ez aztán hátborzongató. Ez meg szintén egy nagyon király tákolmány. Most dicsekvésen kívül nem mintha nem tudnék ilyet csinálni, de azért szép. Oké. Okay. Na, megint nem nyílik. Vagy ez ilyen időre működő kapcsoló? Vagy mi? Ja nem, ez a, azt nyitja ki. Azt a másikat, oké. Okay. Egyelek meg mennyit kell nekem visszamennem hozzád. Egyszerű módon menni és lőni, nem fogom messziről kilőni. Ó, oh. Teleport oda nem illő textúrával. Ó, oh. Oké. Okay. Ez is gyanús. Na akkor a másik ajtó nem lesz kinyitva. Kiárat. Nincs nyitva. Érezhetem volna. Nem lesz ilyen egyszerű. Na, szokott mondani. Úgy van. Csak mondani kellett volna, hogy a csönd és már el is múlom. Egy pillanat, ezen a pályán nincsen Cyber Demon? Úgy emlékszem, van Cyber Demon is. Eléggé betenne most az egészségemnek. Na és tessék, ez a copypaste munkának a hátránya, hogy ilyen ocsmány eltródások vannak. Én tényleg nem vagyok, és igaz, hogy grafikanáci vagyok ilyen szempontból, legalábbis Doom-ban, modoknál, de ez ocsmány szerintem. Ez meg még inkább. De nem baj, attól még ez egy nagyon szép munka. Mindenhol követnek el hibákat. Oké, okay. Érdekes formájú. Na, ez mi az édes? Na jó van, ez azért most már tényleg. Jó, hogy ez egy ilyen tipikus felderterem. Nem annak látszik, tudom, de ez egy tipikus motivum, ezt a Doom 1-ből vették át. Talán a... Na, miket beszélek, mind a három epizódban voltak talán ilyen helyszínek, csak nem ilyen szépen kidekorálva. Hát ez egyébként kurva szép. Csak meg kell nézni, hogy a számítógépen mellette a áramköri tesztúrákban csinált oszlopok. Igen. Szóval ezeknek a szervereknek alakjuk is van. Ami jó. Na most mi fog történni? Az a kérdés. Nekem 17%-ra ide küldenek egy hadseregnyi akármit. Akkor egy szívbajt kapok, az biztos. Ó, kinyílt! Na, olyan vége a pályának? Elég rövid kaland volt, nézzétek meg mekkora a térkép. Nem egy túlverült rázó élmény igazából, de... klassz kis tudsz. Szerintem vége. Ennyi volt hát. Alapvetően, látjátok 12 perc, 51 másodperc. Alapvetően nem egy túl nagy pálya ez a Hedrox, de... szép. Vannak benne persze hibák. Láttatátok, azért kicsit előtűnik. Legalábbis, hogyha, na jó, annyira nem, legalábbis, ha valaki bizonyodik, mint én, nézi a hibákat, meg a textúrákat, akkor kitűnik. Egyébként nem túl feltűnő. A sok másolás beillesztés építmény viszont igen. De nem baj. Ettől függetlenül azt mondom, hogy pályák között ennek a egyetlen pályának egészen szép a dizájnja. És utána nincsen semmi, itt is beadja a mi az a Doom 2 második pályáját,
És rájöttem, hogy én hülyeséget mondtam, mert igazából eddig csak egyetlen egy pályás vadról készült videón volt a Valhalla. A Totemizum az egy hosszabb cucc volt. Csak persze könnyű. Na mindegy. Hogy mi lesz a következő vad, azt még nem tudom, ezt is csak egy véletlenszerű indítatásból csináltam. Mindenesetre köszönöm a megtekintést. Katamori voltam. Sziasztok!